Sziasztok, Szandi vagyok a Sütik Birodalmáról. Ebben a videóban egy alapbarát, gyümölcsös rebarbarás tortát fogunk elkészíteni. A megtisztított, felkockázott rebarbarát a vízzel és az eritrittel főzzük puhára. Az apályát a tejjel kavarjuk össze, majd nyomkodjuk a torta forma aljára. A túrót, a natúrjoghurtot, az epret, valamint a rebarbarát potmixerrel pürésítsük. Ha nem szeretnénk rebarbarával készíteni, akkor nyugodtan cseréljétek le 150 g eperre. Majd egyesével adjuk hozzá a tojásokat, és kézi habverővel kavarjuk össze. Végül forgassuk hozzá a málnát. Nyugodtan ezt is bele túlmixolhatjátok, de én szerettem volna, ha maradnak benne gyümölcs darabok. Végül öntsük a zabalapra. Előmelegített sütőben 170 fokon süssük 30 percig, majd alufóliával takarjuk le, és süssük még további 40 percig. Egy kicsit rezgős lesz, de miután kihűl, már meg fog dermedni. Remélem tetszett a videó. Hogyha elkészítitek, posztoljátok a képet a Facebookra feltöltött videó alá, valamint ha megosztjátok az Instagramon, ne felejtsetek el bejelölni rajta. A recept linkjét megtaláltok a leírásban. Legyen sütőben gazdag napotok! Sziasztok! Ahó, itt vagytok még, nézzétek meg a többi videómat is, például ezt a kettőt itt mellettem, valamint ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le a legfrissebbekről. Hamarosan találkozunk, addig is legyen sütiben gazdag napotok! Sziasztok!